Nagyon picit összefoglalnám, hogy mi is a Bocskai Korona. 2012-ben indultunk el Hajdúnáson, akkor viszonylag nehéz utat jártunk be, nem volt még Magyarországon ennek történelme. Majd 2013-tól a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Országgyűléssel együttműködve létrejött egy jogszabály, ami lehetővé tette és Magyarországon fizetőeszközzé tette a Bocskai Koronát, úgyhogy a Magyar Nemzeti Bank ellenőrzés egy elég komoly rendszer áll mögötte. Ekkor el is tudott indulni egy elég szép pályán Hajdúnáson, ami azt jelenti, hogy kb. 200-250 helyen lehet Hajdúnáson ezzel fizetni, és ha mostani számokat nézzük, akkor kb. 50 milliónyi Bocskai Korona van forgalomban folyamatosan, ami nagyságrendileg a város életében egy ilyen 1,5-2 milliárdnyi forgalmat generál a helyi vállalkozásoknál. 2013-ban, amikor egy kicsit nagyobb ívet vett a Bocskai Korona, akkor néhány település a környékünk úgy döntött, hogy szeretné ezt bevezetni, többek között Balmazújváros is. És az itteni akkori polgármester azt mondta és aláírt egy szándéknyilatkozatot, hogyha egy mód lesz rá, és itt is bevezethető lesz, akkor induljunk el ezen az úton. Balmazújváros már megtette az első lépteket annak az érdekében, hogy a Bocskai Korona, mint fizetőeszköz nálunk is meghonosodjon. Mi a következő lépés? Első körben az, hogy Balmazújváros a kibocsátást megkezdje. Polgármester asszonyra egyeztetünk, úgyhogy márciusban úgy néz ki, hogy egy elég jó felfutása lesz ennek, és megjelenik a kezekben is a Bocskai Korona. Azt követően folyamatosan kell a kibocsátással foglalkozni, és mostani fórum és az előző is arról szólt, hogy legyen hol elkölteni a Bocskai Koronát. Úgyhogy most a vállalkozókat keressük meg, és folyamatosan kötjük az elfogadó helyi szerződéseket, elmagyarázzuk a rendszer működését, segítséget nyújtunk ahhoz, hogy mind adózási, mind számviteli, mind pedig használat szempontjából, hogy kezeljék ezt. És én azt látom, nagyon örömmel tapasztaltam, hogy minden egyes vállalkozói fórumon egyre jobb a fogadtatás, egyre jobbak a kérdések, és ma már minden vállalkozó úgy ment el innen, hogy egy Bocskai Korona elfogadó helyi szerződés és egy matricát magával vitt. Két dolog kell hozzá, hogy működjön, vagy igazából három. Egy az, hogy legyen Bocskai Korona, és az úgy működjön, ahogy kell, megfelelő háttérrel, rendszerekkel, fedezettel. Ki legyen bocsátva, és biztonságos legyen. Ugye az elmúlt 5 év ezt megmutatta, hogy ez már működik. Ez az egyik. A másik kell, hogy a város életében megjelen a Bocskai Korona, hiszen hiába van egy rendszer, hogyha nincs az emberek kezébe, akkor nem fogják tudni használni, a harmadik pedig, hogy el tudják ezt valahol költeni. Tanuljuk ezt, egyáltalán magát a definíciót, hogy mi lehet az, hogy Bocskai Korona. A Bocskai Korona az Balmazújváros saját pénze, és arról szól, hogy ne Balmazújvárosról elvigyék a pénzt, hanem itt helybe költsék el, ezáltal a városban maradjon a tőke, itt forogjon a vállalkozóknál költség, itt erősödjön a vállalkozók egymás között költsenek, és folyamatosan hétről hétről, évről évre egyre erősebb legyen Balmazújváros gazdasága. Azért elég régen csináljuk már, és én azt hiszem, hogy ez egy könnyű, egyszerű, átlátható dolog, de az, aki először találkozik vele, azért van egy kis idegenkedés. Tehát alapvetően úgy működik a rendszer, hogy valahogy az emberek kezébe jut a Bocskai Korona, majd erről is beszélek, hogy ott van a kezükben, ez egy fizetőeszköz, teljesen törvényes Magyarországon, nagyon biztonságos maga a címlet, hiszen egy olyan nyomda gyártja, aki Magyarországon az értékpapírok gyártásával, akár az étkezési utalványok gyártásával, tehát a jegybanknak egy zárt technológiájú vállalkozója ez a nyomda. És maga a papír is olyan biztonsági elemekkel rendelkezik, közel olyannal, mint mondjuk a forint. Ahol ez már működik, ott ez a patrióta jellegű magatartás, ez meghonosodott már? Igen, és igazából mi abban hittünk, hogy a Bocskai Korona az a lokálpatriotizmusnak lesz az egyik zászlaja, de abban tévedtünk, hogy nem csak a lokálpatrióták használják, akinek van egy kicsi józan esze, az rájön arra, hogyha egy olyan eszköz van a városban, ami ahhoz hozzásegít, hogy nála többet költsenek, független attól, hogy lokálpatrióta vagy nem, üzletileg is megéri. De adott esetben egyébként a Bocskai Korona elsődleges szerepe az, hogy a helyben termelt termékeket, a helyben előállított terméket és a helyi vállalkozókat segítse. Miből gondolja azt, hogy ez a vállalkozóknak érdeke, hogy bevezessék, mint elfogadó eszköz? Nagyon egyszerű, mert hogyha eddig van 100 vásárlom, és azután lesz 200, akkor sokkal nagyobb lesz a forgalom, és azt egy vállalkozónak nem kell elmagyaráznom, hogy a forgalom az magával hozza a nyereséget is. Nekem, mint vásárlónak, miért lesz ez érdekem? Elsősorban azért, mert lokálpatrióta jön is, hiszen a helyi tévével foglalkozik. Másodszorban pedig azért, mert a Bocskai Korona használatához kedvezmény is járul. Tehát, hogyha valaki, és Balmazújvároson is így fog történni, hogyha valaki Bocskai Koronával fizet, a vállalkozás erejétől, árésétől függően folyamatosan kedvezményekben fog részesülni. Tehát, hogyha Bocskai Korona többet ér, mint a forint, forintért drágabban fognak vásárolni, mint Bocskai Koronáért, de inkább úgy fogalmaznak, hogy Bocskai Koronáért olcsóbban lehet majd vásárolni, mint forintért. Mert a vállalkozók, akik elfogadó helyé válnak, azt a visszajelzést adták, hogy hisznek ebben a rendszerben, és hajlandóak az áraikból engedni a Bocskai Koronáért, mert értik azt,
hogy ez nekik segítség. Nem is vásárolnak az emberek helyi termékeket, egyszerűen eltűnik a helyi forgalom, és a Bocskai Koronának van egy olyan tulajdonság, hogy csak ott lehet elkölteni, aki nekünk elfogadó helyünk. És ez jellemzően helyi vállalkozás. Egyetlen egy multit sem engedtünk be, ezután sem fogunk. Vagy ha véletlenül elfogadja, akkor jó drágán váltjuk tőle vissza, tehát nem éri meg nekik, és az elmúlt 5 évben egyetlen egy multi sem akar csatlakozni. Viszont, hogyha a helyieknél költik el, akkor két dolog történik. Minden kibocsátott Bocskai Korona bemegy a helyi kereskedőhöz, szolgáltatóhoz. És van még egy tapasztalás, és biztatom önöket, hogy beszélnek esetleg hajdonállási vállalkozókkal. Van még egy tapasztalás, az pedig az, hogy amikor bemegy valaki, akkor nem csak Bocskai Koronával költ, hiszen a zsebébe kevesebb összeg van, mint amennyi az ő költése, tehát kevesebb jut egy embernek, mint az összes jövedelme egy hónapban, hanem mellette még a forintját is mellé teszi. Tehát mondjuk egy példával bemegy valaki egy boltba, van Bocskai Koronája, mondjuk 2000 Bocskai Korona, biztos nem 2000 forintért fog vásárolni, és nem azt tesz, hogy a 2000 Bocskai Koronát ott elkölti, aztán beül az autóba és elmegy Debrecenbe, hanem akkor már vásárol többet is, majd vissza is megy. Először azt gondoltuk, hogy így lesz, most már nem gondoljuk, hanem tudjuk, hiszen a nálási vállalkozók ezt folyamatosan vissza is jelezték, és ugye ez volt az oka annak, hogy indultunk kb. 15 vállalkozóval, és ma azt mondhatom, hogy 5 év után nincs olyan hónap, hogy ne írnék alá újabb elfogadó helyi szerződést, tehát több mint 200 helyen lehet hajdonállásan fizetni. Szinte látom, ahogy nézőinek egy része ingatja a fejét, nem fog bízni benne. Mi kell a bizalomhoz igazából? Mióta működik ez a rendszer? Hát az első az idő, a másik az, hogy hitelesek legyünk folyamatosan, és ne legyen vele probléma. Ugye hajdonálisan 5 éve csináljuk ezt a dolgot, és az elején mi is a bizalmatlansággal találkoztunk, és az értető is, hiszen hogyha valami elindul az útján, és ráadásul pénz, és ilyen furcsa dolog, meg még helyi fizetőeszköz is, akkor nincs bizalom. De az, hogy hitelesen visszük ezt 5 éve, hogy nem történt semmilyen probléma vele, hogy folyamatosan mindenki el tudja költeni, vissza tudja váltani, és működik a rendszer, és hajdunánásról hozzuk ide magát a rendszer, tehát nem valami új dolgot hozunk, ez az első. A másik a bizalom megerősödése, hiszen a Bocskai Korona kibocsátója az nem egy szerencselovag, hanem Hajdunánás város tulajdonában levő gazdasági társaság, egy holding vállalatcsoport, aminek a saját tőkéje, illetve a vagyona közel 100-szorosa, mint amennyi Bocskai Korona forgalomban lesz. A harmadik, hogy minden egyes Bocskai Korona mögött 100%-ban forint fedezet van. A negyedik, hogy minden Bocskai Koronát bármikor vissza lehet váltani a Hajdonási Holding ZRT-n, és kötelesek vagyunk visszaadni, és ezt az egészet a Magyar Nemzeti Bank ellenőrzi. 2016-ban egy nagyon jó évünk volt, hiszen a Magyar Nemzeti Bank úgy jött, hogy mindenünket leellenőriz, A-tól Z-ig mindent átvizsgáltak, és semmilyen problémát nem találtak. Én erre nagyon büszke vagyok, és azóta is a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt állunk. És ugye a bizalomhoz még egy dolog kell, hogy azok az elfogadó helyek, akik ezt elfogadják, azok is úgy álljanak hozzá. Tehát az embernek jó érzése legyen ezt használni, de az idő meg fogja hozni, én magabiztos vagyok, 5 éve csináljuk, tudjuk, hogy jól csináljuk, tudjuk, hogy vissza tudunk adni, tudjuk, hogy nincsen vele probléma, be fog itt is érni. Hogyan fog ez eltérni a városban? Hány üzlethelyiségnek vagy szolgáltatónak kell ahhoz ezt elfogadnia, hogy ez úgy valóban be tudjon indulni? Azt láttuk a fórumokon, hogy a vállalkozók nyitottak. Hát ugye Hajdunánáson mi kb. Egy 20 elfogadó helyen kezdtünk. Azt lehet mondani, hogy 25 helyen lehetett vele fizetni, ma 200 felett van az elfogadó helyeknek, nem a 105 partnereknek, az elfogadó helyeknek a száma. Én azt gondolom, hogy Balmazújvároson is ezt fogjuk közelíteni, tehát biztos vagyok benne, hogy ahogy a kibocsátás nő, úgy fog nőni az elfogadó helyek száma. Minél nagyobb a kibocsátás, és az első tapasztalatok, amikor az emberek tényleg elkezdik költeni, hirtelen megindulnak a vállalkozók abban, hogy használhassák, hiszen látják ennek az értelmét. Ugye alapvetően mi arra számítunk, hogy egy stabil kibocsátás történik, 10-15 millió nagyságrend az első évben szeretnénk elérni, aztán ez majd fokozódik, és szeretnénk egy ilyen 50-100 közötti elfogadó helyjel kalkulálni, ez már egy nagyon erős. Én itt a vállalkozói fórumon is azt mondtam el, hogy már az nem kérdés, hogy Balmazújvároson van-e Bocskai Korona, mert van. Az sem kérdés, hogy lesz-e kibocsátás. Egyetlen egy kérdés, hogy hol költik azt el az emberek, és én nem szeretném azt, hogy egy Hajdunánáson költenék el. Mert egyébként, ha ma valaki Bocskai Koronát kap, az Vámospércsen, közel 30 helyen, Hajdunánáson, Hajdúhatházon már tud vele fizetni. De nem az a célunk, hogy Balmazújvárosra az emberek elmenjenek, itt költsenek, itt maradjanak, és ezért van szükség az elfogadó helyekre. Tehát az első, amikor az emberek a fogyasztók megkapják, bemennek, vásárolnak, van még egy fontos dolog, hogy a helyi vállalkozók egymás között is tudnak Bocskai Koronával fizetni, és azért alacsony a visszaváltás, mert elkezdtek egymástól vásárolni. És én azt gondolom, hogy ez kettős dolog. Először a
lakosokat tudták behozni magukhoz, aztán a vállalkozókat is. És az első, én emlékszem az első felvetésekről, hogy nekem élelmiszerboltom van, nagybani piac nincs Nánáson, hol költsem el a Bocskai Koronát. És el tudják. Tehát megtalálják azokat a helyeket, megtalálják egymásnál azokat a szolgáltatásokat, amiért Bocskai Koronával tudnak fizetni, és ugye két oldalon tudunk erősíteni, a vállalkozók egymás között kezdenek el kereskedni, fogyasztók Hajdunánáson vagy Balmazújvároson költenek, és elkezd folyamatosan épülni ez a rendszer. Mikor fog Balmazújvároson forogni először a pénz? Terveink szerint március. Az a hónap, amikor már ott lesz a vérkeringésbe injektálva. Úgyhogy márciustól várjuk az első kibocsátást.